Sziasztok, ez itt az IGN Gaming legújabb adása. Sziasztok. Itt ömertem Sasa, én Gáspár vagyok, és az E3 ugyan véget ért, de a Nintendo E3-as felhozatalával fogunk egy kicsit foglalkozni, ugyanis lehetőségünk volt, pontosabban Sasának lehetősége volt kimenni Frankfurtba, és megnézhette az E3 bizonyos demóit, amit a Nintendo megmutatott kint Los Angelesben, és most erről fogunk egy kicsit beszélgetni, mert bár idehaza kicsit úgy tűnt, hogy a Nintendo olyan csendes volt az E3-on, az amerikaiak megőrültek mégis az ő konferenciájuk után, szóval volt az amerikai IGN egy szavazás, ahol döntő többség azt mondta, hogy a Nintendo megnyerte az E3-at, nyilván nem kicsit köszönhetően a Zelda folytatás bejelentésének, de hogy azért akadtak azért olyan játékok, amire érdemes lesz odafigyelni, úgyhogy ezeket fogjuk most egy kicsit alaposabban megbeszélni. Igen. És ez már a kérdés van. Igen, mit láttál neki Frankfurtból? Igazából azt, amit az E3-on bemutattak, nem egyébként abból a szempontból jó volt ez a mostani bemutató, hogy több minden volt itt Frankfurtban, mint amit az E3-on bemutattak, mert az E3-on főleg a saját címeikre fókuszáltak, itt pedig azért a third party is fókuszba került, de hát nyilván a saját címeik voltak azok, ami... Tehát 10-15-en voltunk, és ugye mindenki rögtön a Zeldához, illetve a Luigihoz rohant oda, is azokat próbálta ki, és mindenkiben vagy a nosztalgia dolgozott, vagy pedig a vágy arra, hogy meg tudja, hogy az új Luigi's Mansion, amit itthon nem nagyon ismernek, de egyébként külföldön egy aránylag jó hangzó cím, az mit fog nyújtani ezen az új hibrid konzolon. De és hát mivel kezdjük rögtön akkor a Luigi-val, ha már így őt emlegetted fel először, mert nekem azt tűnt fel először, hogy ez pokoli jól néz ki már ez a játék. Pokoli jól néz ki, és én nagyon féltem attól, hogy hogy Switch-re kerül, és hogy itt van ez a mozgásérzékelős kontroller, és ezt a baromi jó akció, kaland, puzzle elemekkel tarkított játékot, ezt elrontják majd azzal, hogy én a zseblámpaként fogom használni a kontrollert, és nem ez történt. Igazából megmaradt a klasszikus formula, baromi erre a gépre optimalizált engine-nel brutálisan jól néz ki, minden tűéles, minden ilyen meseszerű és ilyen Nintendo dizájnos, sehol egy semmi recenés már most a jelenlegi változatában a játéknak, és igazából amiben erősebb lett az, hogy sokkal több puzzle elemet tettek bele a játékba, és a Nintendo a gameplayre helyezte a hangsúlyt, ugye behúzta a Guigit, ami ugye egy szellem Luigi, amivel egy csomó olyan területre el lehet jutni, ahova egyébként sima Luigival nem, viszont árt neki a víz, mert elfolyik, tehát hogy oda kell figyelni, hogy mikor mit használsz. És egy csomó olyan extra feature került még a játékba, mint a kilőhető WC pumpa, amit be tud szívni, amivel az ellenfelek pajzsát tudod leszedni. Szóval egy csomó olyan kis apró játékelem, amivel a gameplaynekhez tettek hozzá, és nem feltétlenül abban az irányba próbáltak elmenni, hogy ez most ugyanaz lesz, mint eddig volt, csak mondjuk szebb. Hanem tényleg minden ugyanolyan, mint eddig volt, mindenki, aki már játszott Luigi's Mansion játékkal, az otthonosan fogja magát érezni, viszont azt fogja tapasztalni, hogy sokkal több lehetősége van, sokkal többször kell gondolkodni. Minden szoba egy rejtvény volt tulajdonképpen, tehát olyan nagyon nem volt, hogy valahol csak átrohantunk, hanem mindenhol volt legalább egy mini rejtekhely, vagy egy megoldandó puzzle, vagy egy olyan hordó, amit egyébként nem lehet kinyitni, csak hogyha mondjuk Guigival bebújsz egy rács mögé, ahol csak ő tud átmenni. Úgyhogy nálam a várólista élére került emiatt a Luigi's Mansion harmadik része. Egy 15 perces demo volt, ami a kastélynak egy szeretét mutatta be, egy boss fight-tal a végén, ami egy taktikus harcot igényelt, ott is úgy fel kellett használni minden addig megszerzett feature-t a játékban. Na, és hát az biztos, hogy ötletesnek tűnik a játék, meg nagyon kreatívnak, de ha már ötletesség és kreativitás, akkor a Zelda remake, a Link's Awakening, ugye ezt nagyon sokan várják, de hogy ez vajon ebbe a felújított köntösbe tud majd olyan élményt nyújtani, mint mert régen iszonyú nagy játéknak számított, és még mindig rengeteg rajongója van, de hogy valójában ez egy ilyen felújított változatban ez működni fog? Nagyon nagy kérdőjel. Nem hiszem, hogy volt a Link Between Worlds című játék, ami ugyanúgy egy felülnézetes, kézikonzolos Zelda játék volt, ez volt a legutolsó ilyen a 3DS-en a jobbik Zeldák közül a legutolsó, amiben volt egy plusz extra feature, hogy a falra tudtál lapulni, és effektíve egy festményként tudtál új puzzle elemekkel megbirkózni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a nem is tudom most már hány éves, 15 éves vagy 20 éves formula, ez ma is működik-e, és itt fog szerintem kiderülni majd az, hogy a Nintendo zsenialitása. Tehát ők most ebben a játékkal nem csináltak semmi más, csak mai kornak megfelelően
remasterelték a játékot. Brutál jól néz ki, nagyon cuki az egész. Egy-két olyan dolgon változtattak, ami az alapjátékban ugye nem volt scrollozódás, hanem minden képernyőt újra betöltött. Itt scrollozódás van, de igazából egy-két elrejtett szíven kívül nem nyúltak semmit a gameplaybe, és hogyha azok a puzzle elemek, amik annó ezt a játékot nagyját tették, ezek ma is működnek, és ma is meglepetést tudnak okozni, nem feltétlenül csak a rajongóknak, akik egyébként kívülről ismerik szerintem már ezt a játékot, akkor ki fog derülni, hogy a Nintendo mennyire zseniális játékokat készített már akkor is. Picit tartok tőle, hogy kevésnek fogom érezni, de nem vagyok róla meggyőződve. Ami picit kevésnek tűnt, hogy ma már, ha megnyitod egy játéknak a világtérképét, akkor ilyen bődületes nagy világokban kalandozol. Hát. És ennek a játéknak a térképe nem tűnt túl nagynak. Én megnéztem speedrunokat a bemutató után, és ilyen 8-10 órás speedrunok vannak. Ami egyébként emberes. De hát az igen, annak tűnik. Úgyhogy kíváncsi ezek, mit fog tudni hozni. Tényleg sem nyúltak hozzá, csak egy elképesztő dizájnt és zenét kapott, tehát nagyon-nagyon méltó újrája egy klasszikusnak, és még sok ilyet. Aztán meglátjuk, hogy fog működni. Várom, de picit azért félek, hogy nem lesz talán annyira jó. Ahogy említetted, ugye nem csak a Nintendo saját címei, hanem a külsős fejlesztőknek a játéka is ott voltak, ezek közül talán kettő emelkedett ki igazán. Vagy hát nem, igazából a Hollow Knight is, de azt hagyjuk egy kicsit későbbre. Először menjünk a hype vonalon Marvel Ultimate Alliance, mert ugye most Marvel-el mindent el lehet adni, és én őszintén meglepődtem, amikor kiderült, hogy ez Switch exkluzív cím lesz, a harmadik rész, ami sok-sok év után most így megjelent. Nyilván a grafika egy kicsit ahhoz képest változott, sőt, ilyen jó mesés. Ilyen stílusos, ilyen cel-shadingre hajazó képi világot kapott. De hogy ez működhet-e Switch-en? A hordozható szuperhősök. Szerintem ez csak Switch-en működhet, szerintem ilyen formájában ma már. Régen meséltünk itt, vagy beszéltünk a műsor előtt, hogy te játszottál Xboxon egy csomót az Ultimate Alliance sorozattal, és ez pontosan, te kottára ugyanazt tudja. Nem tudom, hogy ott négyen lehetett-e játszani, ugye emlékszem, ott is négy fős kóp volt. Tök ugyanaz, csak a mai hősök, ugye ma már sokkal népszerűbb a Marvel, mint annó, tehát minden esély megvan arra, hogy ez a játék egy nagy sikeres pályát fusson be, de mint játék, körülbelül pont azt a színvonalat képviseli, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt Xboxon. Egy jó kis brawler. Egy jó kis kanapé előtt ülünk a haverokkal, és négyen gyakjuk az ellent. Aránylag jól megkoreografált átvezető mozik közepette végélünk egy új Marvel történetet. Nem ez volt az a játék, ami mögül úgy álltunk volna, úgy álltunk föl, hogy ezért megérte kiutazni, vagy megérte fölkelni hajnali 3-kor, de egy érdekes próbálkozás, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol fog kifutni. Na hát ennél viszont azért talán a másik játék, ami nekem ilyen különleges címnek tűnik, az Astral Chains, ugye ez kicsit figyelemfelkeltő volt, bár meg kell, hogy mondjam, olyan fű alatt volt egyik, pedig a Platinum Games játéka, de valahogy úgy kicsit ilyen csendben készül, olyannyira, hogy augusztusban meg is fog jelenni. Ebből mit láttatok? Ez volt az egyetlen játék, amit nem lehetett kipróbálni, hanem... Nem fura egyébként, mert így... Fura, szerintem abból adódik, hogy ez egy ilyen nyitott világú játéknak tűnik, és két olyan fejezetet mutattak be, ami a játék két legfontosabb aspektusát mutatja be. Az egyik ugye a Platinum Games-re jellemző brutálisan jól kitalált, kombókon alapuló, tökéletesen kezelhető harcrendszer. A másik pedig a Platinum Games-től kicsit szokatlan egy ilyen nyomozós rendszer, amivel az ő játékaikban nem találkoztunk. Egyébként ez volt tényleg egy olyan játék, amit te is mondasz, hogy ez egy fű alatt csúszott be így a Switch kínálatban. Annak ellenére, hogy imádom a Platinum Games játékait, az E3-on csodálkoztam rá, hogy ez egy Platinum Games játék. és azon kevés játékok egyike volt, ami teljesen szinte szűzen ültem le és néztem meg a bemutatót, és az alapján nagyon tetszett. Én azt gondolom, hogy egy félig meddig nyitott világ lesz. A térképet megnyitva azt láttam, hogy a játék ilyen kerületeket tölt be, amik körülbelül akkorák, mint mondjuk egy Yakuza játéknak a belvárosa, és azon a területen kellett az idegen lények által megszállt város megtisztítani. Ami különleges a játékban, hogy meg lehet idézni ilyen legionöket, akik olyan lények, akiket te tulajdonságokkal ruházol fel, ővelük tudsz például nyomozni,
ilyen kicsit ilyen heavy rain-esen az adott területet meg tudod vizsgálni, ki tudsz hallgatni olyan embereket, akiktől távol állsz rá, tudod küldeni a Legion-t is, ugye hallod, amit a Legion hall, azok alapján, amiket hallasz, azok alapján föl kell építened magadban egy történetet, és azt neked úgy kell átadnod, hogy megfelelő módon válaszolj azokra a kérdésekre, amit esetleg mondjuk számítanok föltesznek, és akkor ezek alapján kell kiszűrnöd, hogy a történet az vajon hogyan alakult, és ezekből a nyomokból kell előre haladnod a játék történetében, kitalálni, hogy a három gyanúsított közül melyiket érdemes mondjuk követned. Tehát ez egy aránylag jó kitalált rendszer volt, nem azt mondom, hogy nagyon bonyolult volt, de sokat adott hozzá a játék élvezeti értékéhez. Kint egyébként azt mondták, akik bemutatták a játékot, hogy a Bayonetta és a Nier Automata közé próbálták pozícionálni ezt a játékot itt harcszer tekintetében. Ez elég jól hangzik, és a harc az brutálisan jó volt. Tehát ott is meg lehetett idézni a Legion-t, a Legion az vagy lefogta az ellenfelet ilyen láncokkal, csénekkel, nem engedte, hogy megmozduljon, akkor tudtad ütni, jöttek a kombók, gyógyított, tehát ha ez tényleg Bayonetta és Nier Automata szintet fogja hozni a játék, akkor az év egyik meglepetése lesz, és ez szerintem egy új franchise kezdete. Nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon a Switchhez képest is egyébként egy nagyon jó látványvilággal megáldott. Talán az egyik legstílusosabb Platinum Games-es játék volt. Na hát akkor amíg a Bayonetta 3-ról hallunk majd valamit, addig ezzel talán a hack and slash rajongók, meg akik a Platinum Games-ek az akciójátékait szeretik, ezzel minden bizonnyal lesznek. De hát azért volt ott egy Pokémon is, ugye, ami hatalmas őrület lehet, ugye ráadásul ez a Sword and Shield, ez ugye össze lehet majd kötni a Pokémon Go-val, zsebszörnyeket ide-oda pakolgatni. Ez nem a core RPG, amit ugye annó még erre az évre ígértek, az most csúszik, de azért a Pokémon rajongók valószínűleg ezzel is el lesznek egy ideig. Itt nagyon úgy tűnik egyébként, hogy ez nagyon közel lesz azokhoz a Pokémon játékokhoz, amiket megszeretett a nagy közönség, tehát elképesztő számú Pokémon, iszonyatos mély stratégiai lehetőségek a harcban. Én nem vagyok egy nagy Pokémon rajongó, engem az érdekelt, hogy ez a játék ez meg tudja bennem változtatni azt a minimális ellenszenvet, ami sose engedte, hogy a játék elé üljek, és ez a képi világ. Ugye a Pokémonok eddig is aranyosak voltak, de maga az a világ, ahogy föl volt építve, az engem nem fogott meg. Egy rövid pálya volt, ami egy ilyen csatornarendszerben játszott, és puzzle-öket kellett megoldani, ilyen különböző gombok megnyomásával kellett vízsugarakat kibekapcsolgatni, és eljutni végül egy arénához, ahol meg tudták küzdeni az ellenfelekkel. Egyébként kifejezetten jól néz ki a játék, tehát ezzel szerintem fogok tenni egy próbát, biztos, hogy 15-20 milliós eladásokat fog hozni, mert minden megvan benne, ami miatt az emberek a Pokémon játékokat szeretik, és ez az első most igazi Pokémon játék Switchen. Igen. És a tavalyi se futott kis kört, annak ellenére, hogy szinte semmit sem tudott. Igen, és mellékzönge volt. És egyelőre még picit szaggatott a játék, tehát látszott rajta, hogy ez még nem egy végleges változat, és föl volt ápolva a karakter, tehát meghalni szinte egyáltalán nem lehetett benne. De hogyha meg tudják oldani azt, amit eddig minden játékban megoldottak, hogy egy élvezetes és mély stratégiát igénylő RPG elemekkel felruházott kalandjátékot elénk tesznek, akkor szerintem ez az év legnagyobb sikere lesz. Ez lesz az idei év Super Smash-e, és ez lesz az exkluzív játék, amivel a legtöbb fog fogyni worldwide, független attól, hogy a PlayStation-ből elment már 100 millió addig, és hát a Microsoft megkülönben egyben értart. Sosának nem is lesz Pikachu-s pizsamája ezek a testek. Attól még nem zárom ki, mert egyébként a Pokémonok nagyon jól néznek ki. De mindenképp figyelemre méltó a darabnak tűnik. Ugyanúgy, ahogy a Hollow Knight-nak a következő felvonása, ami a Silksong alcímet kapta, ez egy igazából egy tök váratlan siker lett, ugye az előző rész, és hát a folytatás is hasonlóan igényesnek tűnik, és ebből is láttatok kint Frankfurtba. Igen, ki lehetett próbálni két pályát. Egyébként ez annó egy DLC-nek indult, mert a Hollow Knight az tényleg egy nagy siker lett. Én az Ori mellett ez az a mint azt mondani, Metroid jellegű játék, amit kötelező kipróbálni, és tényleg minden egyes játék eleme tökéletesen van csiszolva. Én nem vagyok egy nagy indie rajongó, de ezek azok a játékok, amiket még én is végigjátszottam, és annyira jól sikerült ez a DLC, hogy ebből egy különálló játék lett.
és ez egy olyan folytatás egyébként, amit tényleg, mint mondjuk az Ori esetében is, hogy sokkal szebb lett, sokkal nagyobb, de igazából alapjában maga a játékmechanika nem változott meg, ugyanúgy egy brutál nehéz és kontrollert földhöz vágó gameplay. Rage game. De abszolút, tehát, hogy az első főellenséget meg tudtuk ölni, a másodiknál majdnem földhöz vágtuk a kontrollert, és itt még nem is lett volna akkora baj, mert nem a miénk. De ettől függetlenül, aki játszott vele, mindenki azt mondta, hogy imádták az első részt, és ez egy D-ban vétel lesz a második is. Nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan cím lesz, amit nem csak a rajongók, hanem azok, akik szeretik ezt a műfajt, ezt meg fogják venni. Úgyhogy a Nintendónak szerintem brutál erős éve lesz. Nem lesznek akkora címek, mint mondjuk egy Zelda volt tavaly előtt, vagy mint mondjuk a Mario, vagy akár a Super Smash, azzal már a Pokémont azt egy lapon tudom említeni. De azért, ha belegondolsz, most kijött a Mario Maker, mindjárt itt a Fire Emblem. Dragon Quest Builder. Jön a Dragon Quest Builder, jön még egy Luigi's Mansion. Astral Chain, Pokémon, és jövőre meg már ugye ott vagyunk az Animal Crossing-gal, amit ugyan itthon ugyancsak senki igen, nem ismer, de kint mindenki megőrül érte, úgyhogy szerintem a Nintendo idén sokkal nagyobb sebességgel kapcsolt, mint tavaly. Igen, hát az biztos, hogy az eladásokkal nem lesz gond, és aki Switch tulaj, az örülhet, mert tulajdonképpen minden hónapban jön egy olyan exkluzív cím, ami akár sikervárományos téma is lehet, és ha már a 2020-t említetted, még szegény Sonicot említsük meg, aki szintén a Mario and Sonic a Tokiói olimpián a méltán sikeres és elismert széria. És valahogy a Sega is oda keveredett Frankfurtba a kék sünivel. Hát ugye ott van baj mostanság a film kapcsán is, amit így elhalasztottak, de hát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a tipikusan a mozgásérzékelős kontrollerre építő sportjáték, amiben ha futsz, akkor így futsz, ha szörfözöl, akkor így irányítod a pitchet. Megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem fogott meg, nem is én vagyok a célcsoport, szerintem a gyerekeknek tök jó lesz. Úgyhogy sokat nem tudok hozzáfűzni, jövőre hajrá csak magyarok. 2020-ban is lesz mivel játszani. Kim volt a Rezi 5, ami jelen állapotában borzalmasan rossz képet azt festett. Azt hiszem meglepetés mondjuk, mert eléggé elkezdte tolni a Nintendo a Resident Evil szériát, ugye? Igen, mert nagyon jól fogynak. Egyébként szerintem nagyon túl vannak árazva a Switch-en, tehát olyan árukategóriában, hogy 12.000 forint körül vannak, ami azért szerintem sok. Ami furcsa volt, hogy a build jelenlegi állapotában a Rezi 5 az nagyon rosszul futott és nagyon rosszul is festett. Én a Rezi 4-jel játszottam, az tökéletes port volt, most a tökéletes tegyük idézőjelbe, tehát nem adott hozzá semmivel se többet, mint az előtti verziók. De ez egyelőre rosszabbul festett, mint az a verzió, amivel még Xbox 360-on játszottunk. Remélem, hogy ezt orvosolják majd. Hát nagyjából ennyit láttunk Frankfurtban, azt el tudjuk mondani, hogy igazából azt leszámítva, hogy igazán nagy cím a Pokémont, vagy nagy őrületet kiváltó cím a Pokémonon kívül nem fog érkezni, de nagyon minőségi játékok kapnak helyet a Switchnek a portfóliójába az elkövetkezendő hónapokban is, úgyhogy ha gondolkoztatok eddig, hogy megéri el beruházni esetleg egy ilyen konzolra, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy lesz mivel játszani. Innen is köszönjük még egyszer a Nintendo Europe-nak, hogy megtekinthettük ezeket a demókat, és hát izgatottan várjuk a játékokat, és persze figyeljétek az oldalunkat is, meg a YouTube csatornánkat is, mert a Nintendo és foglalkozunk annak rendje és módja szerint. Úgyhogy, ha tetszett a műsor, vagy a videónk, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, köszönjük a figyelmet, sziasztok! És kövessetek az Instán is, sziasztok! Úgy bizony, sziasztok!